a felnőtt csapatnál maradt a másodedző, a Borisnak segítek mindenben, amiben tudok, illetve a serdülő csapatot viszem idén. Szerettem volna elkezdeni egy olyan korosztállyal, akiknek van még 3-4 évük addig, amíg a felnőtt csapathoz odaérnek. Szép kihívás, egy nagyon jó korosztály, nagyon sok tehetséges gyerekkel, ráadásul nagyon sokan most költöztek ide Székesfehérvárra, választották a mi utánpótlásunkat, úgyhogy mindegyik ők nagyon motivált. Az ifjúsági csapatban pedig rengeteg olyan játékos van, aki eddig is ott dörömbölt a felnőtt csapat ajtaján, és tényleg arra vár, hogy belépjen ezen a kapun. Első körben az U14-es csapatunk kezdte el a felkészülést, és sorba követte az összes többi. A serdülő és illetve az ifjúsági csapat, nyilván a nagyobbak kezdték meg először, és augusztus 16-án indul az igazi nagyüzem, ahol bekapcsolódnak a kisebb csoportjaink is. Azt gondolom, hogy nagyon komoly létszámmal tudunk dolgozni, ez az elmúlt éveknek köszönhető, hiszen látszik, hogy jó munkát végeznek a kollégák, úgyhogy abszolút bizakodással várok ezzel az év elé. Hogy érzed, mennyi tehetség van most a fejvári utánpótlásban? Azt gondolom, hogy sok. Sok van, úgyhogy mindenkinek adott a lehetőség, hogy bemutatkozzanak a felnőtt csapatban. Azt gondolom, hogy őket tényleg ez a legnagyobb motiváció most nekik, hogy látják, együtt edzenek, egy helyen edzenek a felnőttekkel, és azt gondolom, hogy ebben a csarnokban minden a kézilabdáról szól, és tényleg ez egy olyan motivációt kell, hogy adjon, ami őket előre viszi. Nyilván ahhoz, hogy valaki eljusson a serdülőbe és onnan a további csapatokon keresztül, akár a felnőtt csapathoz, kell egy olyan alap, hogy megismerje a kézilabdát, és ebben nagyon fontosak azok a programjaink, amivel ott vagyunk az iskolákban, óvodákban is akár. Ezen a téren is mondhatjuk azért abszolút erős az alba, nem? Hiszen szerintem minden iskola szinte le van fedve Fehérváron. Így van, nagyon sok partneriskolánk van, olyan kollégákkal, akik nagyon komoly munkát végeznek ott. Itt a következő években szeretném még nagyobb hangsúlyt fektetni ezekre a kis csoportokra, hiszen a tömegbázis kialakítása lesz most a legfontosabb, hogy ebből fokozatosan előrelépkedve a felnőtt csapatba oda tudjunk adni akár minden évben egy-két játékost, ez lenne az álom és egy ideális, de ehhez az kell, hogy minél több gyerkőc ismerje meg a kézilabdát, és nem is feltétlen az, hogy profi sportolóvá váljon, csak hogy sportoljon, mozogjon, és hogy valamilyen szállal kötődjön majd ehhez a sportákhoz.